Árokba csapódott egy autó Szekszárd közelében, egy ember meghalt a balesetben. Információink szerint a 7 személyes autóban utazók lakodalomból tartottak haza, amikor a sofőr feltehetően elaludt, letért az útról és egy mély árokba csapódott. Az egyik utas a helyszínen meghalt, a többiek is megsérültek. Ma véget ér a hosszú hétvége, sokan indulnak útnak, nagy lesz ma a forgalom, a rendőrök ezért fokozott figyelmet kérnek mindenkitől.